Tibor, ugye a te esetedben egy kicsit más szemszögből is indít, aztán neked nagyon, nagyon társadalom, politika-centrikus az egész, nagyon férfi-centrikus, ha már itt a női szempont, akkor neked nagyon férfi-centrikus, ilyen maffiát, hát női maffiát azért szerintem jóval kevesebb példát tudnánk felhozni a történelmi, mint férfi maffiát. Nagyon részletesen beszámoltál így az egész működésről, a kialakulásról, ez szintén ilyen különböző források volt, tehát személyes elbeszélésből tudod, vagy inkább utána olvastál cikkeket, mert ugye azért a maffiáról van nemzetközi szakirodalom, nem kell szomszédba menni, Balkán, Oroszország, Olaszország, tehát hogy működik ez valahogy, a könyvben rengeteg példa van erre, hogy hogyan próbálták például a Szikora, hogyan próbált így menőzni, akkor most oroszul szólt az egyik tagnak, és akkor mindjárt az oroszokkal együtt játszik, és akkor próbálta rájátszani még az ő nagy menő szerepére. Tehát a te történeteidet honnan merítetted? Leszámítva a barátod, az ismerősöd, aki elmesélte egy jókedvű kocsmázás közepette. Valójában az anyaggyűjtés az több szinten játszódott le. Ugye politikával nem volt gondom. Rajta van minden. Interneten, ki mikor indult, milyen választás, kivel lépett koalícióba, mikor túl, meddig, milyen botrányok voltak, stb. Ezt szépen fölrajzoltam egy idővonalra. A nagy gangster történeteket szintén ismerjük, mikor lőtték le Szikorát, mikor csukták le Csernákot, stb. Mikor volt a Fontána, mikor volt az első gyilkosság, Kecó a pénztáros Dunaszerdahelyen, és még néhány ilyen sarok dátum, ezekről széles irodalom van, ezeket is szépen berajzoltam. És idáig meg lett volna, de olyan könyveket már írtak mások is, akik ez idáig eljutottak. De én mélyebbre akartam menni, tehát személyesebbé akartam tenni ezeket a dolgokat, és innét következett az, hogy kerestem embereket, akik meséltek, illetve kitaláltam. És akkor most nézzük meg azokat, akik meséltek. Hát nekem rengeteg ember mesélt, ezek hozták aztán ezeket a személyesét tevő részét a dolognak. Meséltek, mondjuk volt áldozatok, nem olyan sokan, mondjuk az egyik gimnazista osztálytársamat zsarolták, 5000 koronát fizetett neki, de akkor tüzetesen kikérdeztem, hogy jöttek először, hogy néztek ki, mit mondtak, mikor jöttek a pénzért, hogyan viselkedtek, stb. De aztán meséltek mondjuk a nyomozók, akik megint csak szerencsém volt, egy következő gimnazista osztálytárs nem nyomozó lett, igaz ő Pozsonyban, de egy időben, és ő ismerte a Dunaszerdahelyeket, elvitt hozzájuk, aztán ezek megbíztak bennem, és akkor már nyíltan beszéltek. Csak az mondjuk érdekes, mert teljesen más szemszögből. Persze, de hát igen. Aztán gengszter feleségek például, most már gengszterek özvegyei, vagy mondjuk úgy, hogy most már valamelyik haveromnak a felesége. És akkor úgy elkezdtünk beszélgetni, és megmondta, hogy kinek az özvegye volt, egyből anyat vágtam magam. És akkor úgy elkezdett mesélni, hát ő tudta a legtöbbet. De hát azt mondja, hogy ott főztem nekik a kávét, ezek meg ott agyaltak, pápaikért még cukrot hozzá, még Juliskám, mondjuk így. De most ne figyelj oda! És akkor ott hagyjátok, hogy hova fognak betörni, kit zsarolnak meg, stb. Mondta Juliska, hogy hát le is írtam én ezt 200 sűrűn teleírt A4-es oldalon. Aztán egy gyönge pillanaton beelégettem az egészet. Azt mondja, ha még ketten meghalnának, akkor már ki lehetne adni mindent. Nem kérdeztem rá, hogy ki az a kettő, jobb ilyeneket nem tudni. De valójában nagyon-nagyon az lett volna igazán az izgalmas olvasmány, mert az aztán a forrást úgy jött teljesen. De sokan voltak ilyen teljesen ilyen szürreális dolgok is előjöttek. Egy, mondjam azt, hogy jósnő, vagy boszorkány, vagy nem is tudom, szóval ilyen ezotériával foglalkozó le, az a szintén dunaszerdei ismerősöm. Elmentem hozzá, elbeszélgettünk, és akkor kiderült, hogy ő is az egyik
nek volt a szeretője, az egyik verekedés ő miatta tört ki, ahol demolálták az egész bősi kultúrházat, és a többi, és a többi. És azt mondja, hogy de tudod, mik voltak itt? Azt mondja, azon a kanapén, ahol te most ülsz, itt ült a sátor. És az teljesen le volt. Ugye ő volt az, aki, akinek, Sátor Lajos, akinek tulajdonítják ezt az egész fontánneveli ügyet, és ő uralkodott utána, a pápai bukása után. Azt mondja, és a sátornak így csorogtak a könnyei, és azt mondtam neki, hogy nézd, Lajos, nekem azt mutatják a dolgok, te azért jöttél a világra, hogy írd ki a pokol ördögeit. És a sátor egy gyilkos volt, sokszoros gyilkos volt, de valójában ezzel már is pozitívvá vált, mert ha nem, ő nem lett volna, az ördögöket kiírtja ki. Tehát most ez vagy így volt, vagy úgy, de ilyen dolgok előjöttek, és hogy ez mostan mennyire reális, vagy nem reális, ne firtassuk ki, hisz a ezotériában, meg a boszorkányokban, aki nem, az rosszul teszi. De szóval ezek nagyon-nagyon érdekes adalékok voltak hozzá. Nem beszélve arról, hogy a boszorkánynak is ugye teljesen ezek gyerekkori haverjai voltak. Még olyanok, akik barátaim, én mondjuk pápaival egyidős vagyok, tehát a pápai 63-as, én 62-es, tehát egy nagyon is. Majdnem egy évfolyam, és egész társaság az úgy nézett ki, az én dunaszerdei barátaim ezekkel jártak egy osztályba, ezekkel nőttek föl. Mondta egyik, hogy hát mi már nem tarthatunk osztályértekezletet, vagy osztálytalálkozót, mert a hátsó sorból senki se él. Úgyhogy hát ez ilyen. De ők is minden, és ilyen nagyon érdekes volt nekem, amikor ilyen gyerekkori dolgokkal jöttek elő. Vida Tamás, az első, aki kezdte, az hogy én hozzám az egyik, hoz egy osztályképet, nézd meg, ez a Vida Tami, ugye ott ül, 9-es korában, azt mondja, cápának hívtuk, mert ő volt a legjobb úszó, beugrott a medencébe, de a másik felé már ki is jött. Egyszerűen, és ilyeneket senki nem tud, és senki, és jönnek elő, persze nem kerültek bele ezek a könyvek, de aztán jön mindenki, mert ez érdekli, sok mindent előhoz még a mai napig. Szerintem az ilyen sztorikból, ha kicsit majd gondold végig a beszélgetésre, hogy melyik lenne az egy vagy kettő olyan érdekes, amit esetleg nincs a könyve, de mondjuk talán azt se, de kamerán kívül is elmesélnéd, mert szerintem biztos sokakat érdekelne egy ilyesmit, de szerintem János most kérdezte. Jó, amíg Parhetes ír, hogy amit mindegyik napilap vezetőhelyen adott, hogy Udvarnok környékén tavaltak megint két holttestet, az ausztag egyik az Écsi Bélaiból. Ezt azért említem meg, mert ugye még mindig van utóélete a dolgnak, közel 20 év elteltével is, és ahogy a te könyved is így kezdődik, tehát ez a keretbe foglalott, hogy várja a bizonyos a főhősünk, hogy kiassak, hogy az-e az a illető, akivel ő annak idején együtt jött. Tehát miért így foglaltad össze a regényt, miért így tetted keretbe? Valahogy igyekeztem így a mai napra a vetülését, a hatását így megfogni, és ugye én onnan származom, én Dunaszerdei környékéről, úgyhogy csomó ilyen történetet hallunk, meg látunk, meg rendőrségi szalagot, meg lezárást, meg hogy itt nem érdemes telket venni, meg ott érdemes, itt nem kell inkább bágerozni, egy kicsit arrébb kellene, meg hogy megint mi történik, itt miért van ez a lezárás. Ez abszolút valós, élő dolog. De ugye ez is, hogy tudjuk, hogy kiket találtak meg, vagyis hogy találgatjuk, ez egy vezető hír, ez egy ilyen fontos momentum, de az, hogy mondjuk ők mit tettek az áldozataikkal, mit tettek azokkal, akik mit él át a családja az áldozatainak így a mai napig, ez a csöndes düh, csöndes szorongás, ez a sok trauma, ez mind ilyen temetetlen. Erről nem ír senki, erről nem szólnak a szalagcímek. Pedig ott van nagyon is. És nem csak a városban, hanem meg is járásnak az emlékezetében. Ugye Kati, a te könyvedben, Tiboriról már beszéltünk abból a szempontból, tehát sok-sok történés van leírva különböző szempontból. A te könyvedben ugye főleg a személyes motiváció, vagy személyes történetek jellemző, tehát nagyon az a mikroszféra, az a mindennapi élet, hazajön a családanya, de
előtte pár órával még a szeretővel volt, hazajön az özvegy, de még előtte kiment a sírokra, rendetlen, akkor ott hazajött a fiatal tini csaja az iskolából, de még előtte ugye az iskolai sztorikról beszélt, és rengeteg olyan utalás van például, ami nekem nagyon szimpatikus volt a könyvedben, ilyen háttérnek csak egy-két mondta az elszlovákosodás, hogy amikor az anya mondja, hát, hogy már a lányom, őt már szlovák nevelést kapott, de a fiam ő meg magyar, és hogy egymás között nem is tudnak nagyon beszélni. Az a mindennapi falusi lét, városi lét, ugye, ha kimennek falura, akkor mennyire nyugodt a városban, ugye Dunaszerda, ez a panel része a városnak, az mennyire személytelenné válik, párkapcsolati problémák, a serdülők problémája, a női problémák, szóval rengeteg olyan mindennapi dolgot hozol be, ami szerintem borzasztó közel emeli az olvasóhoz, a szereplőidet, tehát nagyon könnyű magunkat beleképzelni az ő helyzetükbe. Ez mennyire volt részedről egy ilyen cél, hogy na, én ezt meg szeretném írni, még hogyha csak egy kis utalásokkal is, ezeket az apró zöngéket. Ezt így tervezted, hogy ezt így szeretnéd megírni, vagy ez úgy jött, úgy adta magát később? Nagyon sok interjút készítettem, nagyon sok találkozó volt mögöttem, amikor úgy döntöttem, hogy oké, akkor most már nekiülök a kéziratnak. És ugye rengeteg történet, de valahogy ezt minimalizálni kell, hogy nincs ott 100 nőnek leírom kb. Ugyanazt a történetét, hogy abból válogatni kell, kicsivegetni azt, ami így a legáltalánosabb volt, vagy a legjellemzőbb, vagy a legmegrázóbb, hogyha de igazából összes nagyon megrázó volt, hogy abból volt a legnehezebb így kiszedni azt, hogy akkor most miből lesz jó történet, és miből kevésbé. És hát ugye azt mondjuk, hogy 90-es évek, Dunaszerdahely, a maffia időszak, akkor ezek az emberek, az én főszereplőim, meg azok a nők, akikkel én beszélgettem, nem csak ebbe étek, hanem ők valóban húsfél emberek, meg nők, és el kellett dönteni, hogy most akkor magyar iskola, szlovák iskola, hogy ez így a mai napig, így a most már Budapesten élek, de a otthon élő barátaim között ez így felvetődik, hogy akkor most milyen pozitív, negatív, mi lesz azokkal a magyar gyerekekkel, akik szlovák iskolába kerülnek, hogy ez ilyen nagyon élő dolog, és ezt valahogyan mindenképp bele akartam tenni. Meg a végén ugye úgy végződik, hogy Gútor ez egy pici falu Somorja mellett, hogy oda megy el az egyik főszereplő, és hogy ott már teljesen megváltozik a falu. Hogy az a falu, ami teljesen magyar volt, most már szinte teljesen szlovák, hogy a falu jellege az, hogy most répát és paradicsomot termesztünk, az már egyáltalán nincs. Most már mindenki a Kaplanból szerzi be. Most már nem az van, hogy rétes tészta és sütjük a fánkot, hanem cheesecake van és muffin. És nagy fekete autós anyukák viszik a Sebastianko nevű gyerekeket az iskolába. Úgyhogy ez a csalóköz szerves része így a mai napig. Úgyhogy valahogy ilyen korképet is akartam ábrázolni. Meg próbáltam így a 90-es éveknek a egyszerű mindennapjait bele. Igen, azt nagyon akartam, hogy egy csomó durva dolog történt, és a nagy része bele is került a könyvbe, de hogy valahogy, hogy így enyhítsük, hogy ne legyen az, hogy egy nagy kalapáccsal fejbe verem az olvasómat, hogy egy durva történet után akartam azt, hogy, és kutattam is, hogy mondjuk milyen frizurát viseltek a nők a 90-es években. És aztán előjött egy csomó minden, hogy ez is ilyen kultúrtörténeti érdekesség, hogy meg hogy ki hogy szerezte be, akkor volt ez a török piacozás, meg a burza, meg hogy ki hogyan járt át magyar forintos szerezni. Tehát a sustyáki az olyan nagy kincs volt, hogy hát az ilyen abszolút piedesztára volt állítva. Hát a gyerekek, ha kaptak sustyákit karácsonyra, akkor az ilyen, nem is tudom összehasonlítani, hogy minek örülnek így ma már úgy. Alá. Igen, de azt meg tudja szerezni a sarki boltba is, ha van rá pénze, de ott hiába volt apukának pénz, ott meg kellett, akkor kimett Törökországban, meg kell tudni, akkor azok a lengyel piac, hogy egy csomó ilyen volt, és akkor ezt is így elkezdtem kutatgatni, és ez mondjuk iszonyatosan vicces volt, meg érdekes, meg kicsit ilyen felüdülés volt nekem is, így az íróként, mint a kemény sztorik. A kemény sztorik között ezek az átmenető kis epizódok. Igen, az kellett. Tibor, de említetted, hogy a könyvedben ugye kitaláltál bizonyos beszélgetések. Hát ugye meg kellett játszani, hogy például hogyan találkozott a Szikora, meg a Pápai, hogyan találkozott a Lexa Svehotával, tehát az Ivan Lexa.
meg a Svehota, aki ugye a kommunista időszakban volt ugye a állambiztonsági egyik jelentős befolyásos ember. Tehát, ezeket a beszélgetéseket, ezt így, hogy születtek meg benne? Tehát, hogy most lejött, és hát akkor most írjunk arról, hogy most ezek arról fognak beszélni, hogy akkor éppenséggel hány üveg diszkit borítsanak le, vagy ez inkább voltak utalások a beszámolókból utána jártál? Nem. Ennyi volt a fikció benne, és mennyi volt a valóság? Így kérdezem. Erre mindig azt szoktam mondani, hogy 84,3% a valóság. Szóval, egy író nem így működik. Én el akartam mondani valamit, ahogy Kati is pont erről beszélt. Hozzak fel egy példát, és azon meglátjuk. Ugye ott volt az, amikor Mecsiárék megbuktak, jött a Dzurinda kormány, és Lekszát letartóztatták, Svehota szintén börtönbe került. És akkor, de Mecsiár nem akarta feladni, ugye ment a bujtogatás, majd mi megmutatjuk itt ennek a sehonnan se jött koalíciónak, ami valóban nagyon ingatag lábon áll, 13 pártból állt össze. És volt is veszélye annak, mert Mecsiár kijelentette, hogy na, majd a május elsejei fölvonulásokról kiindulva megyünk, és itt mindent visszacsinálunk. És persze náluk volt az összes pénz, a privatizációból, ők nevezték ki az összes rendőr, katonai parancsnokot, komandós parancsnokot, mindent, ott volt veszély. Na igen, de mi történt a másik vonalon? Lekszá egyszer csak kikerült, és Svehota érezte, hogy ő lesz a bűnbak. Mert bűnbaknak kell lenni, Lekszá már nem lehet, azt majd megvédik, hát és akkor ő lesz. De nem akar bűnbak lenni. És a börtönkórházi ágyon írt egy kegyelmi kérvényt Dzurindához, a akkori helyettesítő köztársasági elnökhöz, hogy ő mindent elmond, csak kapjon általános kegyelmet. Hát ugye, és akkor jön a csodálkozás, hogy ez egyébként megtörtént, ez a levél megvan a irattárba. Tehát kézzel írta, ő is ügyvéd volt. És akkor egyszer csak Dzurinda visszaválaszolt, hogy nem ad kegyelmet neki. Hát azért ez kicsit meredek. Ha én lettem volna, ugye azt mondom, hogy hát gyerekek, hát itt mindent kiderítünk, mindent fogunk tudni, ezt a mecsiárista bandát 100 000 évre becsukhassuk, mindent visszavehetünk a jogtalanul leprivatizált dolgokat, és hogyan lehetséges az, hogy mégiscsak elutasította a kegyelmet, nem logikus. Na de hát egy író nem hagyhat elvaratlan vagy logikátlan szálakat. És ugye itt én azt gondoltam, hogy igenis Dzurinda megzsarolta ezzel a levéllel Mecsiárt. Tehát én fölhívtam, ők ketten találkoztak, Mecsiár kezdte, Lukázsa, meg minden. Dzurinda meg mondta, hogy kicsit visszább a agarakkal, tessék itt ez a levél. A Svehota felajánlotta, hogy ő mindent elmond, és akkor ti mentek, úgy, hogy kedves Vlado, most te vagy békén maradsz, eltűnsz egy évre a közéletből, hagytok minket egyszerűen élni, utána majd visszagyertek, és a következő választásokon megint, mert minden demokratikusan. Ellenkező esetben rátok állítunk mindent, és kőkövön nem marad, akármi is történik ebbe az országban. És Mecsiár valójában eltűnt. Mi akkor ezt nem vettük észre, de utólag visszagondolva abba a következő évbe alig lehetett róla hallani. Na és akkor mit akartam én ebből az egészből kihozni? De persze Dzurinda pedig azt mondta, hogy akkor nem adok kegyelmet a megígértem Mecsiárnak, nem adok kegyelmet a Svehotának, nem is lesz ebből semmi, majd folytatódik ilyen-olyan kamu kivizsgálása a dolgoknak, de soha nem jutunk semmire, majd húzzák az időt, az ügyvédek, stb. És én ezzel arra akartam rámutatni, hogy ilyen aljas megegyezés van a politikusok között. Tehát, ha belegondolunk, akár a rendszerváltás óta akárki változott, a jobbról balra, vagy balról jobbra, mindig előtte, jaj, de mi majd elszámoltatunk benneteket itt, aztán mindent földerítünk, 100 000 évre be lesznek csukva, és akkor, ha netán úgy is esik, egyszer csak nem történik semmi.
Valószínűleg, mintha a politikusok azt úgy ilyen hallgatólagos megegyezés lenne, hogy gyerekek, ne nagyon ugráljatok, igaz, mi most ti vagytok fölül. Most nektek van a lehetőségetek, de majd mi is leszünk fölül. Ha ti mostan becsuktok minket, mi meg majd felakasztunk benneteket, úgyhogy nyugi, gondoljátok meg. És egyszerűen soha nem történik semmi. Ha belegondolunk, nem tud mondani senki olyan, amit politikust elítéltek volna az előző, akár melyik előző ciklusba tetteiért. És valójában én erre rá akartam mutatni, és rá is mutattam. Valójában én nem tudom, hogy egy ilyen találkozóra Mecsiár és Zurinda között volt-e, vagy közvetítők útján intézték el ezt az egészet, vagy csak hallgatólagosan, de hogy ilyen megegyezés létezik, az ziher. Tehát én erre rá akartam mutatni, és ez így, aztán ez egy eszköz volt arra, tehát írói eszköz volt arra, én kiválasztottam ezt, hogy most így lesz. Akkor ők találkoztak. És megtehettem, mert a hatalmam korlátlan. Íróként. A Katinak a szereplői végülis fiktív személyek, tehát úgy írta meg a regényt, viszont te Tibor, ugye vannak benne fiktív szereplő, fiktív réme szereplő mafiózók, vannak a saját tevükön szereplő nagykutya, és vannak benne ugye a halom politikus Rexa, Mecsiár és Reghata. Azért kérdezem, hogy melyik volt a veszélyesebb tehát a halom közül megírni tehát és szerepeltetni? Nem féltél attól, hogy akkor Mecsiárnak a keze, hiszen élnek végül is, vagy Rexának a bosszúja van, ha el tud érni? De kopog egyszer hozzá egy fekete autó, ebben van bizonyos veszély, de hát utána néztem azért, meg jogászokkal is konzultáltam, tehát odaadtam előre, még mielőtt megírtam volna, elmeséltem a jogász barátaimnak, hogy ilyesmivel fogok foglalkozni, és ezt hogy lehet megoldani. Hát azt mondták, hogy nézd, valójában mindent meg lehet jogilag támadni, aztán minden ellen lehet védekezni is, tehát ha én most azt mondom neked, hogy nem vagy elég vékony, akkor te engem becsületsértésért föladhatsz, aztán majd... tehát, de arra is rámutattak mások, akik írtak, főleg a politikusokról beszélek most, akik írtak róluk, Mecsiáról, Lexáról, meg mi, amit én leírtam, az kismiska. Tehát ez 100-szor és 1000-szer mindenhol le van már írva. Tehát én nem indítottam valahonnét a vakvilágból ezeket, mert nem találgattam ki. Hát, most, ha engem meg akarnak támadni, mondjuk jogilag, akkor 100 mást is meg kell támadni jogilag. Úgyhogy ebből valószínűleg nem mondom, hogy nem lesz semmi, de nem valószínű, hogy lenne valami. Egyébként úgy néztem utána, hogy fölhívtam, mondom, megkeresem Gusztáv Murint, ugye, aki szlovák nyelven írja ezeket a maffia történeteket már másfél évtizeden, vagy két évtizeden. Na, megkérdezem tőled, nem-e volt valamilyen zaklatás? Hát őre nem találtam telefonszámot, hanem fölhívom a kiadóját, és majd ők útba igazítanak. Hát fölvette a kiadónak az igazgatója, azt mondta, ezért nem kell Murint zaklatnunk, ezt meg tudom mondani én is. Nézd, a gengszterek nem jelentkeztek. Azok a legtöbbi a föld alatt van, aki nem, az a életfogytiglan tölti, vagy lelépett valahova, ők nem. A politikusok egyetlen egyszer bele akartak avatkozni a könyvkiadásban, mégpedig ennek a híres írek gorilla esete kapcsán, ugye, ami, hát mindannyian ismerjük, egy vezető szlovák üzletember titkos lakásába fogadta a politikusokat, és ott a titkos szolgálat följátszott, és jobb is lett volna, nem tudjuk meg, hogy mi hangzik el. De a lényeg az, hogy megírt egy fickó erről egy könyvet, és a politikusok mindent megtettek, hogy az ne jelenhessen meg, letiltották, keresztbe, kúcsba akadályozták, csak azt felejtették el, hogy azért a kommunista cenzúra ideje már lejárt. A kiadó röhögött egyet, átvitte Csehországba, 20 méterrel a határ után kinyomtatták, csak már nem eredetileg tervezett 3000, hanem most már 80000 példányba, mert a nagy hírverés alapján mindenkit a fekete fene vett a kíváncsiságtól, hogy mit is tartalmazhat, mi lehet abba leírva. Úgyhogy azt az égvilágon mindenki elolvasta. És állítólag, és ezt a kiadó mondta, azóta nincsenek semmiféle ilyen politikai ráhatások a könyvkiadása.